A legutóbbi országgyűlési választás után abban bíztam, hogy ilyen többség birtokában önök jól fognak kormányozni. Hiszen ha önök jól kormányoznának, az jó lenne az országnak, és más nem számít. Ez a lényeg. Ilyen többség birtokában önök megtehetnék, hogy elegánsan, figyelmesen és gesztusokat gyakorolva kormányozzanak, és látszat írásbeli egyeztetések helyett intenzív és nyilvános társadalmi párbeszédet folytassanak. Sajnos nem ezt teszik. A kampányban önök előszeretettel használták azt a fogalmat, hogy romokban hever az ország. Tették mindezt aközben, amikor joggal büszkélkedtek, hogy a politikusaik által irányított települések hogyan fejlődtek, hogyan gazdagodtak az elmúlt időszakban. Most azonban sajnos jogosan használhatjuk ezt a fogalmat, és mondhatjuk, hogy az önök tevékenységének eredményeképpen romokban hever a demokrácia, romokban hever a jogbiztonság, romokban hever a létbiztonság, és romokban hever az állam iránti bizalom. Akármilyen hangosan is kiabálnak, higgyék el nekem, hogy demokráciában és jogállamban a visszamenőleges hatályú törvényhozás tűrhetetlen és elfogadhatatlan. Erre a legutóbbi példa, amit szolgáltattak, az az alkotmánymódosítás, amely a korkedvezményes nyugdíjak elvételét teszi lehetővé. Az előző ciklusban mi nagyon erősen, jelentősen szigorítottuk a nyugdíjba vonulás lehetőségeit, a korkedvezményes nyugdíj lehetőségeit. Ekkor az önök képviselői a szerzett jogok védelmezőiként léptek föl, bár nagyon határozottan szeretném hozzátenni, hogy mi nem visszamenőleges hatályú szabályokat alkottunk. Önök most azt gondolják, többségük birtokában, hogy bármit megtehetnek. Szétzúzzák a társadalmi párbeszéd intézményeit. Példaként szeretném említeni, hogy megszüntették a szolgálati jogviszonyban állók érdekegyeztető fórumát, és most arra készülnek, hogy az országos érdekegyeztető tanácsot is felszámolják. A fegyveres és rendvédelmi dolgozókkal először szóba sem álltak, majd áltárgyalásokat folytattak velük, arról tájékoztatva őket, hogy a kormánynak nincsen egyelőre kimunkált elképzelése, és eközben álságos módon egyéni képviselői indítványt nyújtottak be, amely az alkotmánymódosításhoz vezetett. Ezzel létbizonytalanságba taszítottak több tízezer olyan becsületesen szolgáló embert, akik az akkor érvényes törvények és szabályok szerint részesülnek most nyugdíjban. Ki tudja meddig. Mindez 50 milliárd forintért, mindaközben, amikor az igazságtalan adórendszerükkel 500 milliárdos részt ütnek a költségvetésen, és 500 milliárd forintot költenek el MOL részvények vásárlására. Önök fölrúgják azt a társadalmi szerződést, amely a hivatásos szolgálatban állók és a társadalom többsége között létrejött és jól működött, hiszen akik az ország fegyveres védelmét, a bűnüldözést, a közrend és a közbiztonság fenntartását, a tűzoltást, a műszaki mentést, az elítéltek őrzését vagy a katasztrófa védelmet vállalják a társadalom többsége helyett, azok joggal számíthatnak arra, hogy megbecsülést élveznek és különféle kedvezményeket is kaphatnak ennek ellenszolgáltatásaként. Önök mit ígértek kormányra kerülésükkor ennek az állománynak? Nagyobb megbecsülést, több figyelmet, több pénzt, rendet, ezzel szemben az ellenkezőjét teszik. Amit önök tesznek, az sajnos demoralizálja az állományt, tömeges pályaelhagyáshoz fog vezetni, és beláthatatlan következményekkel jár. Ezért a Magyar Szocialista Párt frakciója nevében felszólítom önöket, hogy hagyják abba a visszamenőleges hatályú törvényhozást, állítsák helyre a demokrácia intézményeit, folytassanak érdemi párbeszédet a társadalmi partnerekkel, és teremtsenek ismét kiszámítható jogrendet Magyarországon. Ellenkező esetben az önöket követő kormány súlyos jóvátételi kötelezettséggel fog szembenézni. Köszönöm szépen! Kormány nevében kíván-e valaki
válaszolni az elhangzottakra. Kontát Károly, államtitkár úr. 5 percben. Köszönöm a szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Önnek nem jó a memóriája, képviselő úr. Önök nem fizették ki a 2004. május 1-e és 2007. december 31-e között a tűzoltókat megillető túlmunkadíjat. Ezt a 7 milliárd forintot ennek a kormánynak kell kifizetni. Erre sor kerül, ígéretet tettünk, és kifizetjük az utolsó fél érig. De hadd mondjam el, hogyha ezt kellő időben, a törvényes időben kifizették volna, akkor az adófizetőknek ez 2 milliárd forintba került volna, ma pedig 7 milliárd forintba kerül. Itt is 5 milliárd forint kárt okoztak az adófizetőknek, 5 milliárd forint kárt okoztak az országnak. Képviselő úr, ami pedig a érdekegyeztetést illeti, én részt vettem a szakszervezetekkel folyó tárgyalások jelentős részén, az utolsó pillanatig is megegyezésre törekedő, érdemi, őszinte, tisztességes egyeztetés volt, képviselő úr. És hadd mondjam el itt a tisztelt ház falai között, hogyha megnézi a 2006 és 2010 közötti hozzászólásokat, amiket én a parlamentben ezzel kapcsolatban elmondtam, akkor abban világosan látni, hogy szót emeltem azért, hogy az az állapot, hogy a hivatásosok korai nyugdíjba vonulnak, az nem jó az állománynak, nem jó a rendőrségnek, nem jó az országnak. Többször szót emeltem ezért. És hadd mondjak néhány számot, tisztelt képviselő úr. Hadd mondjam el, hogy 98-ban 4232 korai nyugdíjas volt hivatásosok közül, ez 6 milliárd forintba került. 2002-ben, amikor az Orbán kormány átadta önöknek a kormányzást, 1200-at nem ért el ezeknek a száma, 1200-at. És 2010-ben pedig 29.342 fő volt. 29.342 fő volt. És ebbe az évben ez 62 milliárd forintba kerül az adófizetőknek. Tisztelt képviselő úr, ezt az ország nem bírja elviselni. Ez az ország nem engedheti meg magának azt, hogy 40 éves hivatásosok nyugállományba vonuljanak, legyenek azok rendőrök, katonák, tűzoltók, vagy akár korábban határőrök, vagy a BV-be szolgálatot teljesítők. Tisztelt képviselő úr, önök okozták ezt a helyzetet, önök idézték elő ezt a vészhelyzetet, és ezt a helyzetet nekünk kell megoldani. Nem jó kedvünkből folyamattunk ehhez a megoldáshoz, hanem az ország érdekébe, az ország rendbetétele érdekébe kellett, hogy kell ezeket az intézkedéseket meghozni, hiszen Magyarországnak jelenleg két ellensége van, a munkanélküliség és az adósság. Mind a két ellenséget le fogjuk győzni, és mind a két ellenség fölött győzelmet fogunk aratni azért, hogy ez az ország rendbe jöjjön, hogy olyan viszonyok legyenek, hogy olyan életpályát tudjunk a hivatásosoknak biztosítani, mint amit 2002 előtt megtettünk, és azt az életpályát is önök rúgták föl, önök tették tönkre. Önök szüntették meg a központi tiszti intézményt, önök szüntették meg azt, hogy a hivatásosok rendszeres illetményemelésben részesüljenek, hogy a lakáshoz jutását a kormány támogatja, hogy megfelelő hitelgaranciát vállaljon a kormány a hivatásosok lakáshoz jutáshoz. Tisztelt képviselő úr, furcsa, hogy ön teszi ezeket szóvá. Önök tették tönkre az országot, és önök kérik számon rajtunk azokat az intézkedéseket, amelyek ezek állapotok megszüntetése érdekében teszünk. Tisztelt képviselő úr, mi ezeket az intézkedéseket meg fogjuk tenni, a szükséges törvényeket a parlament elé fogjuk terjeszteni. Bízunk abban, hogy minél több hivatásos, aki korai nyugdíjas, önként visszatér a munkavilágába, mindenkinek fogunk tudni szolgálati helyet biztosítani, és bízunk abban, hogy ezek az intézkedések az ország érdekeit szolgálják. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, a napirend előtti felszólások végéhez érkeztünk. Felkérem Földessy Gyula jegyzőurat, hogy ismertesse a tárgy sorozatba vételt elutasító bizottsági döntést. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy 2011. június 14-én az Alkotmányügyi Bizottság a szélsőségesség, a rasszizmus és az idegen gyűlölet egyes formái elleni határozott fellépésről szóló H/3035. Számú Harangozó Gábor MSZP és más képviselők által benyújtott előterjesztés tárgysorozatba vételét elutasította. Tisztelt Országgyűlés, most előterjesztés részletes vitára bocsájtása következik.
Tájékoztatom önöket, hogy a rendőrségről szóló 94. évi 34-es törvény, a szabálysértésekről szóló 99. évi 69-es törvény, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi 128-as törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályról szóló 2005. évi 133-as törvény módosításáról szóló TPER 3481-es számú törvényjavaslathoz módosító javaslat nem érkezett. Részletes vitára bocsájtásról nem kell határoznunk. A jövő héten már az előterjesztés elfogadásáról dönthetünk. Indítványozom, hogy az országgyűlés bocsássa részletes vitára a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzs részvényeinek magyar államjavára történő megvásárlásának jóváhagyásáról szóló HPER 3490-es számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak most! ...211 igen, 9 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot az országgyűlés. Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 169-es törvény módosításáról szóló TPER 3489-es számú törvényjavaslathoz nem érkezett módosító javaslat, így a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára nem kerül sor. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalok végéhez érkeztünk, folytatjuk munkánkat. Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizáció célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdésével. Amint látom, az országgyűlés felbojdult e hírre. Félperces technikai szünetet rendelek el, amíg elhagyják az üléstermet azok a képviselők, akik a munkaügyi tárgyú törvény vitájában nem kívánnak részt venni. Államtitkár urat kérem, hogy fél percet várjunk, mert nem fogja tudni elmondani a beszédét. A tapasztalatom azt mutatja. Tisztelt országgyűlés, szeretnénk folytatni a munkát, így tényleg az a kérésem, hogy a telefonálást, az egymással való konzultációt és a hangos kivonulást azt gyorsan fejezzék be. Az önök államtitkára szeretné elmondani expozéját. Szóval soron következik az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése. A törvényjavaslatot TPER 3404-es számon, a bizottság ajánlást pedig TPER 3404/2-es számon megismerhették. Tájékoztatom önöket, hogy az általános vita megkezdése során az államtitkári expozé a bizottsági vélemények ismertetőjének felszólására, valamint a képviselőcsoportok vezér szónokainak felszólására kerül sor. A vita folytatására és lezárására a mai napon a TPER 3358-as számú törvényjavaslat tárgyalása után kerül sor, és akkor most következik az államtitkári expozé Becsei Zsolt államtitkáról, a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Önni a szó 30 perces időkeretben. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők! Először is engedjék meg, hogy megtiszteltetésnek vegyem, hogy Comba Sándor államtitkár úr nevében, aki fontos Európai Uniós és nemzetközi kötelezettségének tesz eleget, magam vezethessem elő a Nemzetgazdasági Minisztériumban az expozét. Annál is inkább, mivel az itt fekvő törvények, jogharmonizációs törvényeknek magam is néhány évvel ezelőtt jogalkotói részese lehettem az Európai Parlamentben. Az önök előtt lévő javaslat nagyszámú, összesen 21 törvény módosítását tartalmazza.
E törvények közül egyes törvények módosítása tartalmát tekintve egymással közvetlenül összefügg, vagy jogharmonizációs kötelezettség teljesítése miatt kapcsolódik egymáshoz, más törvények esetében pedig a módosítás értelmező vagy pontosító jellegű. A könnyebb áttekintetőség kedvéért célszerű, ha a javaslatban foglaltakat a szabályozás célja szerint ismertetem. A módosítások egy része jogharmonizációs jellegű, amelyek elsősorban a foglalkoztatás területéhez kapcsolódó törvényeket érintik. A második nagyobb csoportban a foglalkoztatás rugalmasságát elősegítő törvénymódosítások említhetők. Emellett vannak olyan módosítások, amelyek a törvények alkalmazása során felmerült gyakorlati problémák feloldására irányulnak, vagy kisebb pontosításokról rendelkeznek. A jogharmonizációs célú módosítások közül kiemelhető a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételéről szóló irányelv, ez az úgynevezett kék kártya irányelv, szabályainak a magyar jogrendbe történő átültetése. Az irányelv megkönnyíti a magasan képzett, az európai gazdasági térségen kívüli államból, vagyis egy harmadik országból érkező külföldieknek az Európai Unióba történő munkavállalási célú belépését oly módon, hogy kék kártya néven egységes tartózkodási és munkavállalási engedélyt vezet be. Ez az engedély egyaránt jogosít tartózkodásra is és munkavállalásra is. A javaslat tartalmazza a kék kártyára való jogosultság feltételeit, kiadásának eljárási szabályait, érvényességének időtartamát, továbbá visszavonásának eseteit. Bevezetése számottevő változást eredményez a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezési rendszerében. A hatályos szabályozás szerint ugyanis a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatására vonatkozó engedély jogosultja foglalkoztató, ugyanakkor a magasan képzett harmadik országbeli állampolgárok számára kiadásra kerülő kék kártya a harmadik országbeli állampolgárt magát jogosítja fel a magyarországi tartózkodásra és munkavállalásra. Így ő lesz ennek az engedélynek a jogosultja. A kék kártya kiállításával, visszavonásával kapcsolatos hatósági feladatokat a jövőben az idegenrendészeti hatóság fogja ellátni. A szabályozás azonban biztosítja azt is, hogy a jogosultság elbírálása során a munkaerőpiaci szempontok is érvényesüljenek. Ezért az állami foglalkoztatási szerv szakhatósági állásfoglalásban nyilatkozik majd arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár magyarországi foglalkoztatása munkaerőpiaci szempontból támogatható-e. Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt lévő javaslat tartalmazza az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló Európa Parlamenti és Tanács irányelv, az úgynevezett szankciós irányelv jogharmonizációját is. A kiegyensúlyozott bevándorláspolitika eléréséhez a legális migráció ösztönzése mellett fontos az illegális migráció elleni küzdelem. Az unióba irányuló illegális bevándorlást vonzó legfontosabb tényező, hogy a megkívánt jogállás nélkül feketén is munkát lehessen találni, amelyben a munkáltatók is gyakran érdekeltek. Az illegális tartózkodással szembeni fellépésnek ezért intézkedéseket kell tartalmaznia e vonzó tényező leküzdésére is. Ezen intézkedések középpontjába az unióban jogosulatlanul tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatási tilalmát kell állítani, amelyet a tilalmat megsértő munkáltatókkal szemben komplex, akár büntetőjogi szankciók egészítenek ki. Ez az irányelv szélesíti a munkáltató felelősségi körét, az engedély nélkül foglalkoztatott harmadik országbeliek náluk történő munkavégzése esetére. A munkáltató köteles nem csupán a munkavállalási, de a személyek tartózkodás engedélyének meglétét is ellenőrizni, dokumentálni. Ennek elmulasztása esetén közrendvédelmi bírsággal sújtható. Ezen irányelvvel való összhang megteremtése érdekében a javaslat az államháztartási törvényt is úgy módosítja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok illegális, azaz tartózkodásra jogosító engedély nélkül történő foglalkoztatása
esetére megállapított jogkövetkezményhez is kapcsolódjanak a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményei. Tehát még egyszer, ez azt hiszem, hogy egy kiegyensúlyozott javaslat, hiszen egyrészt rendezi az európai gazdasági térségen kívüli kvalifikált munkaerő behozatalának, foglalkoztatásának rendjét, adminisztrációt, másrészt, ami az Európai Unióban is nagy vita volt, ezzel párhuzamosan egyensúlyként az illegális tevékenység szankcióra, illegális foglalkoztatás szankciórendszerét is megvalósítja. És még egyszer mondom, ez nem az unión belüli szabad munkavállalás és agyelszívás helyzetét rendezi, ez az unión és a gazdasági térségen kívüli munkaerő ide történő bevándorlását harmonizálja. Tisztelt Ház! Másik téma az Európai Üzemi Tanács létrehozásáról, vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavállalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló irányelv olyan lényeges változásokat vezet be, mint például a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott transznacionális konzultáció módjaira vonatkozó hatékonyság elve, a tájékoztatás fogalmának bevezetése és a konzultáció fogalmának pontosítása. Az irányelv egy 2 éves időtartamú speciális periódust határoz meg, amely lehetővé teszi a vállalati szintű szociális partnerek számára, hogy új megállapodásokat kössenek, vagy felülvizsgálják a korábban megkötött megállapodásaikat, anélkül, hogy az a felülvizsgált irányelv új rendelkezéseinek tárgyát képezne. Ez alapján a tagállamoknak nem csupán az új szabályokat kell átültetniük, hanem biztosítaniuk kell azt is, hogy a korábbi szabályozásnak megfelelően létrehozott európai üzemi tanácsok változatlan feltételek mellett működhessenek tovább. A munkaerő kölcsönzés, ez is egy fontos téma, egyes kérdéseiről szóló közösségi irányelv által módosított Európai Unió szabályozás, az egyenlő munkáért egyenlő bért elvét, valamint a foglalkoztatás rugalmasságának elvét kívánta egyidejűleg érvényesíteni. Az irányelv szabályaival való összhang megteremtése elsősorban a munkatörvénykönyve módosítását igényli. A munkaerőkölcsönzésre vonatkozó, az irányelvből következő speciális szabályokat mind a teljes, mind pedig a részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetében, továbbá nem csak határozatlan idejű, hanem a határozott idejű munkaviszonyok esetében is alkalmazni kell. A javaslat meghatározza azokat a kivételeket, amelyek esetében az irányelvben megfogalmazott egyenlő elbánás elvétől a tagállamok eltérhetnek. Az irányelv alapján ilyen kivételek a gazdasági tevékenységet nem végző kölcsönbeadók és kölcsönbevevők, illetve az állami vagy államilag támogatott, alapvetően hátrányos munkaerőpiaci helyzetű munkavállalók elhelyezkedését célzó szakképzések, beilleszkedési vagy átképzési programok keretében foglalkoztatottak. A magyar jogban ezen 2 esetkör alapvetően a közhasznú tevékenység körében végzett munkaerőkölcsönzés keretében történő foglalkoztatást jelenti, amelyet adott esetben az önkormányzat is végezhet. Ez utóbbi esetben az önkormányzat, mint a közhasznú szervezet létrehozója, a személy alapján is kivétel lehet az egyenlő bánásmód irányelvi követelménye alól. Az irányelvnek a munkaerőkölcsönzés keretében történő foglalkoztatás ideiglenes átmeneti jellegére vonatkozó előírása megköveteli a munkatörvénykönyve munkaerőkölcsönzésre vonatkozó szabálya által használt fogalmak módosítását is. Az ideiglenesség fogalmát eddig a magyar munkajogi szabályozás egyértelműen nem tartalmazta. A javaslat ezért egyértelműen meghatározza az irányelvben meghatározott elvárásoknak megfelelően az ideiglenesség tartalmi elemeit. Tisztelt képviselők, tisztelt ház! Egy következő téma a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló uniós irányelv előírja, hogy a várandós, gyermekágyas, szoptató munkavállalók munkaviszonyának megszűnés esetére nem csak a beosztott, de a vezető állású munkavállalók számára is biztosítani kell a felmondási indokláshoz való jogot. A munkatörvénykönyv egyik módosítása ennek a követelménynek tesz eleget. Ezen túlmenően a javaslatban
a szolgáltatások szabad áramlásának Európai Uniós elve alapján az Európai Bíróság által meghatározott vagy meghozott ítéletben foglaltakhoz igazodva, jogharmonizációs szélű módosítás biztosítja az európai gazdasági térség valamely tagállamában székhelyen rendelkező munkaerőkölcsönzők hazai működésének lehetőségét. Az Európai Bíróság ugyanis kimondta, hogy a szolgáltatás nyújtás szabadságával ellentétes az a magyar szabályozás, amely a munkaerőkölcsönzési tevékenység gyakorlását csak a belföldön székhelyen rendelkező vállalkozásoknak teszi lehetővé. Tisztelt Országgyűlés! Amint említettem, a javaslatban megfogalmazott rendelkezések másik nagy csoportját, a foglalkoztatás rugalmasságát, valamint a munkáltatókat terhelő adminisztrációs kötelezettségek enyhítését célzó módosítások képezik. Ezek a módosítások elsősorban a munkatörvénykönyvét érintik. A munkáltatók kezdeményezték a javaslatnak azt a munkáltatói adminisztrációs költségek csökkentésére alkalmas szabályát, amely egységesíti a munkáltatónál az üzemi tanácsok, vagy az üzemi megbízott és a munkavédelmi képviselő megválasztását. A különböző, alapvetően félrevezető szakszövetű megnyilvánulások okán külön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a próbaidő tartama változatlanul 30 nap. 30 napnál hosszabb, de legfeljebb 3 hónapig terjedő próbaidőről a felek állapodhatnak meg. Ehhez a meglévő szabályhoz a javaslat annyi kiegészítést fűz, hogy legfeljebb 6 hónapig terjedő próbaidőről csak egy szektődéző lehetően rendelkezdek. Ez az hátette, hogy csak olyan esérvényet tűhet, ebben, ahol munkán a munka és a tökkavár munkai állalóként érdeklett is lehetek, illetve szektődéző megállapban megállapodik. Mellett említét az idéskedítjöknek lépültségos szavarága olyan az a magatán kompetenciálom elvá körmunkamelyeknek, ahol a szó a hosszanul betott időás is cső, és ki állapodhatóít meg a munkavállalmas kargasság. Egy további további módosítással tovasnak a annaság gazdasági vártekágra tekintek 2010-11 egy vartóítat, mert a átidőti meghatőre megazott szárodájnak szabályiglek a végítéges érésére hányú, szerint mi szerint de a rendkajd munk megrendő megsekidelés ánya hiányati miatt, mert egy átcsökkíti csökkentés fel miatt használnám munkát rákó, szabb hosszú rá időcsop átcsiportosodhatnak, hogy módon, és hogy ki munkában áll a lavár átók öti meneteggel, szigorú cigán cigán szabjáliszt mellájok helleti netében 44 órához dolgozhat. Ez a kormány öregti törstekvés épp hát megperantozott változás a gazdhelyzegéhez történő a történelmas alkalmazkodat, a rúgabb munkas szervünk a szélsvezést, amikor ezen köpereztő munkékomat meg a helyezés gőzségsétsé előíti távést támogatja. Fontos fontartnak is azt már kiemelni, hogy a munkahogyatunk át a kontónak a vár munkakkal a lókai a munkakidőcsés jentés mérőle, mert is egem is mesérő vállal kell adni a posztja, és a kavár a munkat álló, mint harcos, harás, órakos foglalkoztatás alatt helyes teljfejt munkamunka és munkai béli melletti. A javaslat vas ehhez minden kavár munkók vállaló időt vélanci garagat fiák a sanhűzés érdeknak érben kép, hogy ez hogy ettől a lehetségségétel kivénálesen feljön fenn, illetve 40 legyengesség lehetségétől. Ilyen vélanci garag érdek például az, ahol az, hogy szabja hosszaidő munkavalóban való foglalás azt a legfelső a legegyébb a kérdéket sőhet sor, hiszen ez túl időpés léptetése munkan a mulaló várám a szájára a szorú három vérs bárják. Lett írjak be, hogy ebből korán a megás leadását jártató követően csak éve egy évet eltekerővet is őhet sosmét magarabb magas időmunkai valóban valak foglalkoztatásra. A súly hangsom az a, hogy a munkaidő munkaiként csökkesés mellé meg sem eses volt egy munkáló mutatott is a tustén történik, hanem le a felmegállapodán lap alatt sarkján. Ellen emelvább továbbidelmi végén nem a 44-es óraszak időszak alatt a kavár munka munkaló szanykavit nyárás rendendáma megsajtel szünnem nem lesz. Vagy szab kisákás adásra, kiadás kiára vonásához oratkodek rendeselkezés, valamak rúgatossága az növeli bár szabály, szerint mi szelet a felállap megállások adapján alatt lehetően lehéglőség a jövesz menvőbb, abban a szeget sesz bíz, bénépén mezőben jöttek vára egy sermek gyermekolára, és a gazán gond a célsa fókjába fizapot és nyertési szabjékülcságba csavalókról beté visszakordés. Ezzel fül összesben a gés, akkor ugyan a vasra javult előadkő munka ez a vállal a vára arra utatta, hogy most a 20 időnább időartató gyermekon ermezánd az ása és a polájá célsport akar fizetés nélt és szabakülis megálltságoló viróvó térészetről és életes előző munkcsánamitókától fele megfidőlő itt támánkoz. A
Érkenti momentúna jönően slat havasint, hogy szerintőben jövőtő lehet állapé válunk át a munkasztató áramát, a repó, hogy ne egy kotlé, hanem szalhant idő szabad honlővel állja a rányt a rendkívül égszkavét. Tisztos tetülé, együtt tisztes házát hát. Szabad jogszére, a jogiség szerű biztogének betársasítékében érdekük sem szüksége azok, hogy az készelékői idítőként tönkre ki látték a csékom az alkások az állás során a helyzet alatt passzatokat, és a szükséges javaslatot teslatok a megyenesi módosokatásra. Ilyen tapasztalapasz indoktok lejárkolják a két oldalért